Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Debreceni Egyetem közművődési titkása kulturális és szervezési igaza nevében. Debreceni Tibor, Csokonai Díjas előadó művész, Hazafelé című önálló estének ősbemutatóját. Felvételről közreműködik Mohai Gábor előadó művész. Mielőtt átadnám a szót dr. Bicskei István akadémikus úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia davelnökének, önöknek és mobiltelefonjaiknak kellemes kapcsolódást kívánok. A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának vezetősége nevében ebben a székházban és ebben a megszokott környezetben nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai irodalmi estünkön megjelent valamennyi kedves vendégünket. Hogyha most Debreceni Tibort köszöntjük a mai alkalommal, akkor korán sem ismeretlen köszöntünk, hanem olyan előadó művészt és olyan sokoldalú munkását a kultúrának, aki ebben a körben nagyon jól ismert, hisz ezelőtt néhány hónappal már itt ebben a körben élvezhettük az előadását és meghallgathattuk az előadó művészetének számos darabját. Úgyhogy a bemutatására vállalkozni nagyon nehéz feladat lenne, nem is vállalkozom erre, hisz rendkívül sokoldalú. Ugye nagyon sokakról elmondható az, hogy sokoldalú, majdnem mindenki valamilyen szempontból sokoldalú ember, de a sokoldalúak között is azt hiszem, hogy a legeslegutább sokoldalú embernek mondhatjuk Debreceni Tibort, hisz szerkesztő, író, újságíró, dráma, pedagógus, előadó művész, számos könyvnek a szerzője, díjazottja, több nemzedék, színész, pályára készülő nemzedéknek a nevelője, és így tovább sorolhatnám hosszasan. Egy azonban biztos, hogy Debreceni Tibornak azt gondolom nem csak a neve debreceni, hanem valóban ehhez a városhoz, Debrecenhez kötődött. Fiatal korától kezdve tudjuk azt, hogy itt a tanítóképzőben, az Adi gimnáziumban is éveket töltött el. Aztán persze Budapestre került, aztán Nagykőrösön vezet, még talán most is, vagy legalábbis a legutóbbi időkig irodalmi színpadot, de mindig Debrecen volt számára az a hely, ahová hazajött, és ahol szívesen és nagy szeretettel fogadtuk és hallgattuk a műsorait. Úgyhogy a mai alkalommal is nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm őt mindannyiunk nevében. Nagyon köszönjük azt is, hogy közreműködnek a mai estén a Mohai Gábor előadó művész, és természetesen az, aki be fogja vezetni az előadását, a mai ős bemutatóját, az a debreceni né Kósa Vilma, mint ahogy a né is mutatja a feleség. Itt az is áll még, hogy a szövegeknek a szenvedő hőse, hát talán nem is csak szenvedő, de mindenképpen az egyik hőse lesz, úgyhogy őt is szeretettel köszöntjük, és akkor ezen átadom a szót Debreceni né Kósa Vilmának. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelent kedves professzorurakat, orvosokat, tanárokat, igazgatóurat, barátainkat, rokonainkat, én sem tudom felsorolni ki mindenkit, meg egyáltalán az érdeklődőket, akik itt vannak jelenleg. Rövidnek igyekszem mutatkozni. Köszönjük mindenek előtt azt, hogy itt lehetünk, Cserép Zsuzsának a csodálatos szervezését, és itt az egész vezetőségnek az irodalommal való együttérzését. Örömmel láttam, volt professzorainkról a
tárlatban a kiállítást, hiszen mi őket hallgattuk. Itt jártunk egyetemre, én még középiskolába is, a Dóczi Leány gimnáziumnak voltam a érettségizett felnőtt nagylánya. Tamás Járon Vitéz lélekének az egyik főszereplője Tikos Sárikával és sok más kedves osztálytársammal együtt. Miért vagyunk tehát itt? Ezért. Ezért jövünk nagy szeretettel. Itt kötöttünk házasságot. Azt hiszem, ki lehet mondani, mert ez egy varázsszám, 63 éve. Ugye a 3 és a 6, az 2×3, szóval azóta élünk együtt és dolgozunk együtt. Itt voltunk tanárok, sokáig én a Fazekas gimnáziumban, Tibora, meg először a Csokonaiban, majd a Fazekas gimnáziumban, ő pedig a tanítóképzőben, majd pedig a Tóth Árpád gimnáziumban. És 1957-ben itt indult el az az irodalmi élet, amelynek a irodalmi színpad volt a neve, és Debreceni Tibor volt a fő lelke, vezetője és ihletője is. 10 éven át voltunk ennek a pozícionált irodalmi életnek tényleg a lelkei, és dolgozói. Hadd mondjam meg, hogy Tibor megírta a Külön béke Debrecenben című könyvet, és aki kíváncsi rá is még szeretné, abból még tudunk utánnyomás alapján hozni Debrecenbe. Ezek után úgy gondolta DT, az én férjem, ahogy sokan nevezik, hogy utolsónak vélt darabját, a hazafelét itt mutatja be, és úgy gondolja, hogy ezzel zárja le a irodalmi színpadi tevékenységét, illetve az önálló színművészeti előadói tevékenységét. Mivel az összeállítás az e-mailen megjelent naplójából készült, elképzelhető, hogy többen találkoztak vele. Egyébként Mohai Gábor is a színpadnak is tagja volt, még tanítvány is volt. És a feliség dolga, hogy szíves szeretetükbe, figyelmükbe ajánlja az előadást, amely úgy hiszem, hogy az itt, ahogy körbenézek magunkon, a hozzánk korosodott, nem öregedett, korosodott tanítványok problémáiról is szólni fog. Remélem, szeretnék. Szól a kakas már, majd megvirrad már. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. Micsoda madár, micsoda madár. Kék a lába, zöld a szárnya, s engem oda vár. Várj, madár, vár, de csak mindig várj, ha az Isten néked rendelt, tiéd leszek már.
Az a madár. Az a titokzatos madár már vár. És én valahogy nem röpülök feléje. Mindazonáltal észlelem, hogy közeledem. Kifelé, elfelé, visszafelé, hazafelé. Ijés Gyula írja, a magára adó öreg egyik legszebb elégtétele az elmúlás megaláztatásával szemben, ha a távozása rettenetét környezete számára tompítani képes. Jól közeledni tehát végnapjainkhoz, mondja Ijés Gyula, udvariasság. A megöregedés illemtanának fővizsgája, hogy miképp húzzuk be magunk mögött az ajtót. Márai Sándor meg halála előtt pár hónappal, 89 éves korában ezt írja. Ó, kíváncsian jönnek, figyelnek, ahogy a varietében nézik a beszélő kutyát. A vénység attrakció. Látjátok, mondják. Még nem keni fülére a spenótot, még beszél, még számolni is tud, ebben a korban csodálatos. Semmi tiltakozás a halállal szemben, de semmi halálvágy. A végén a dolgok átértékelődnek. A testvérem megint kórházban. Történetesen Szombathelyen. Újabb agyvérzés. A vérömbleny a beszédközpontot hálózta be. Nem tud fogalmazni, de nem is igen érti, mit mondunk neki. Szendergett, mikor az ágy előtt megálltam. Megérintettem, kinyitotta a szemét, csodálkozva felismert, elmosolyodott. Vidámságot tettetve szóltam hozzá, ennek örült, valamit válaszolt is volna, de rájött, ha szót kimondani nem tudja. Épp bal kezével csapott egyet a levegőbe, arcvonásai elszomorodtak, és a jobb szeme beharmatosodott. Már csak nem elbőgtem magamat, amikor megmarkolta a jobb kezemet, és nem várt erővel a szájához húzta és megcsókolt. Mint annak idején mi is a szüleinknek. Attila testvérem megrendített. Álltam az ágyánál, jeleket küldtünk egymásnak, közben egy radnóti sor kóváigott az agyamban, mert ami volt annak más értelmet, más távlatot ad a halál már, és aztán rájöttem, hogy még a beteg ágy is. Búcsúztam a testvéremtől, a kórterem ajtajából még intettem neki. Ő egy beteg madár szárnycsapásával vissza, és míg ültem a vonaton, volt időm tűnődni, hogy mi végre is élünk, és mi végre halunk. Mi végre.
Szabó Lőrinc így ír erről, Mohai Gabi közvetít. Szabó Lőrinc, csak az imént. Csak az imént. Csak az imént még úgy kellett az öröm, a szépség. Oly mohó voltál, nyugtalan. A sok is kevés, lázadoztál. Mindent szerettél volna. És most már az is alig kell, ami van. Csak az imént. Mint hogyha tegnap lett volna. Ó, egyetlen nap. És mennyi minden vele hal. Ébredését még szinte látom. És már itt az este, barátom. Egy napig voltam fiatal. De gyors nap volt. Másnak is így gyors. Vagy csak enyém-e különös sors. Öregszem és fáradt vagyok. Kezd fanyar lenni, ami édes. Az idő szép lassan kivégez, és nem soká mindent itt hagyok. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni. Ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás maradt csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Szabó Lőrinc könyörtelen. Az idő szép lassan kivégez, és nem soká mindent itt hagyok. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni, ez a legérthetetlenebb. Örkény egyik egypercesében egy az életben beleunt hősének a szájába ezt a mondatot adja, hogy jövünk a semmiből, és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. Márai naplójában idéz egy német sebész professzort, aki azt mondotta, hogy hát egy napon megérkezik a vonat. Be kell szállni. El kell utazni. Ez rendben van. Csak ne kelljen sokáig állongani a cúgos peronon. Egy részlet jutott eszembe Montaigne-nek az esszéjéből, az álom és a halál hasonlóságáról, ahogy ő ír. Sokan felfigyeltek az álom és a halál hasonlóságára, írja, és nem ok nélkül. Mi könnyen csúszunk át ébrenlétből az álomba. Milyen könnyelműen rúgjuk el a fényt, az öntudatot. Az álom megtanít, hogy teremtésünk kettős célja az élet és halál. És hogy az élet-halál örök egy állapotát, benne szokjuk meg rettegés nélkül. Most, hogy ezeket a sorokat írtam, van is valami testi fájdalmam, és alig várom, hogy álomba menekülhessek. És a testvérem, aki kórházi ágyon fekszik, csak mások által mozdítható állapotban, vegetálásának nagyobb idejét álomban tölti, és amikor felébred, látszik, hogy csodálkozik, ő már az álom állapotot tartja természetesnek. Csak ezt ne mondja Kósa Vilma, csak ül az ágy szélén, mint nem szokott. Mit ne? Kérdezem. Hát hogy elbutuljak, válaszoljon.
Nem jut eszembe egy szó, ami itt van a nyelvemben, de nem tudom kimondani. Biztos így kezdődik. Folytatja. Mi kezdődik, kérdezem? Az Alzheimer, válaszolja. Csak azt ne, édes Istenem, csak azt ne tehetetlenül élni, másokra szorulni, csak azt ne. Aztán amikor már nem is keresi, eszébe jut az a szó, ettől megnyugszik, hogy csak a szokásos, ami mindenkivel előfordul. Hát persze, hogy előfordul, mondtam neki velem főként. Ez elmosolyodik. És már is a régi. Határozott, aki megmondta, aki megmondja, aki megmagyarázza, aki emlékeztet, stb. Én meg gyáva vagyok. Ha mások bajáról, szenvedéséről csak hallok is, már is szorongok. Ha a feleségemnek valami baja van, hamarosan én is produkálok valami bajt. Utóbb megmagyaráztam magamnak, hogy az ember maga is szenved, könnyebb elviselni a másik miatti szorongását. Hárítottam akkor is, amikor meggyőztem magam arról, hogy miért nem kell részt vennem az általam nagyra becsült, szeretett és váratlanul elhújt Halmos Bélának a temetésén. És hogy miért nem kell kitűnő festő rokonunk gyászszertartásán Bodó Sándorén megjelenni. Láttam Németh Lászlót, a 20. század legnagyobb lángelméjét. Egyszer a várban véletlenül a két lánya sétáltatta. Agylágyulása volt, mint a testvéremnek. Csak hogy ő orvos volt, és tudta, hogy mi fog következni vele. És vállalta. Márai Sándor pedig, akinek 89 éves korára minden elaggott, csak az agya nem, és miután már kihalt körülötte mindenki, és egyedül maradt ott San Diego-ban, és nem akart méltatlan véget, a pisztolyt a halántékához szorított. Sorsotok, előre nézzétek, idézem hamis módon, persze, bocsánat. És közben a magamra gondolok. Ugyan mit tartogat a sors? És ahogy ezt mondom, már is eszembe jut Polc Alen, aki egész életében haldoklókkal foglalkozott. Hogy mi végre is halunk. Polc Alen, ideje az öregségnek. Részlet. Mert végül is azzal, hogy az ember halála után mi történik, hogy az a lét milyen lét lesz, erről tudunk a legkevesebbet. Ebben kellene jobban az angyalok felé fordulni, a megérzésekhez, a spiritualitáshoz. Talán a haldoklás ébren szembesít minden mulasztás terhével. Rendben van, ezt sosem tudhatom.
de ha majd az álmontúli csendben ébredek, mi is történik akkor az emberrel? Milyen erők működnek? Milyen hatás? Jézus erős hatás. Megfoghatatlan, hogy milyen lesz a szellemi létezés. Még bonyolultabb világba kerülünk, nehezebb lesz. És ott hogy igazodom el? Tudni kellene, mire készüljek. Hogy készüljek. Vörös Sándor, úgy tudom, verséből ez derül ki, mintha ő készült volna. Van egy verse a belső végtelenből, ebben azt írja, hogy a belső végtelenből néha nap még kitekintek arcomon keresztül. Felhőt látok, vagy csillag fénye rezdül, romlik szemem, és már ez is elmarad, és a külvilág rám zárja kapumat, és ott maradok, hol nincsen föld, csak ég. Nincs esemény, meg tünemény varázsa, se felszín, látszat, habzó semmiség, csak a valóság békés ragyogása, mérettelen, számtalan, névtelen. Érthetetlen szerelem. Én is kitekintek arcomon keresztül, de csak a földet látom. Az égről legfeljebb, ha sejtéseim van. A létezés abszurditásáról. Vágyakozom, hogy megérjem a holnapot, ha noha tudom, minden nappal közelebb kerülök a véghez. Szaporodik fogamban az idegen anyag, nagyobbodnak a kopási felületek, megsokszorozódik nyavajáim száma, kopik a szürke állomány, és mégsem gondolom, hogy itt kellene hagynom a magam akaratából ezt a teremtett világot. És inkább vállalom, hogy magam is méltatlanul távozom, mint az öcsém, vagy mint Németh László, vagy netán az evésben találva meg az egyedüli örömet, mint a játszma végében Beckett drámájában a nagyszülők. A létezés eme abszurditását tudomásul veszem, és a futásomat a nekem kijelölt pályán mindenképpen bevégzem. Hiszek ugyanis abban, és ezt Pál apostol nyomán mondom, hogy valamiért vagyunk, vagyok a világban. Valamire rendeltettünk, rendeltettem. Hogy is írja az apostol? Ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rá. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Látom magamat egy terem közepén, nem is egy, több terem közepén, legutóbb is egy nagy terem közepén. Körülöttem férfiak és nők, pedagógusok és tanítványok, tanulni akarók, érdeklődők, és én, mint egy játékos, bölcselő állok közöttük, és tanítom a mesterséget, és vallok, és arról vallok, hogy az a
dráma pedagógia, amit tőlem tanulhatnak, az fantasztikus, azzal nem csak oktatni, de nevelni is lehet. És akkor már mosolyognak, nevetnek, énekelünk, szerepbe bújunk, és egyszer csak érzem, hogy aurája van a teremnek, és melegsége, és hogy bizalom árad felém, és hogy ennek a bizalomnak, ennek az aurának, ennek a melegségnek én vagyok az indukálója. És persze látom magam másként is. A második négykézláb korszak, szintén a lapomból való részlet, de hát most ide illik, úgy gondolom. Kopik az ízületem, főként térdben. Ezt onnan tudom, hogy kétszer is meggondolom, legugoljak-e a dióért. Szilva nem termett az idén, egy kiló ha lejött a 20 fáról, de dió, hála Istennek, igen. És ha jön fentről az áldás, fogadni kell kosarakba szedni. Ha nem megy a gugolás, megy, gondolom, megy a hajlógázás, hát de régban görbülök, úgy nyúlok érte. A tizedik hajlás után azonban leállok, a csípő tájékán is fájdalmat érzek. Lehet a földre, négy kézlábra. Hurrá, örvendezek, megvan a megoldás. A faágak körém hajolnak, nem lát senki, szégyenkeznem nem kell, kedvesen zizeg az avar alattam, a lehullott száraz diólevél, kúszok a térdemen a dió után, s ha elfáradok, hasra fekszem, kinyújtom a kezem, és úgy érem el a termést. És tűnődhetek, elérkeztem a második kúszó négykézlábjáró korszakomban. És mégis, ahogy pihenek és pihegek az avarban, a diólevelek között, a száraz diólevelek között, és felettem az égbolt, mintha lebegnék ezen a földön. Ilyes Gyula, Káron Ladikja. Káron Ladikja nem akkor indul velünk, idő lezárul és befagy a szem. Zord átkelők, soká nyitott szemmel megyünk a végzetes vizen. Esztendőkkel előbb iris sorsunk behajt, s ringat a csónakon, amely, bár nem kedvünk szerint, épp oly gyönyörű part hosszában suhan el, épp oly szép kanálén s lagunákon, akár a nászutasoké, hisz minden ugyanaz, az ég, az út, a táj. Épp csak visszafelé. Minden új gyönyörű, sőt, titkosan, ahogy elleng, még gyönyörű. Olyan formán, mint a dallam, attól, hogy otthagyja a hegedűt. Ülünk barátaink, sváink közt, nevetünk, vidám vita folyik. És egyszer, de csak ők ringani kezd velünk, csak velünk, kifelé aladik. Bölcs, ki a kiúton, ezen is mosolyog, s ha sír is, hála könnyed ont, hogy hány piacát, s milyen kazadórót látott, ha nem lát is viszont. Ha még tanítanék a
A főiskolásommal mindenképpen elemezném ezt a verset, és megkérdezném tőlük, hogy mit mond nekik. Sőt, azt is megkérdezném, hogy a költeményből emeljenek ki sorokat, avagy szakaszt, és indokolják meg, hogy miért azt. És ha rám kerülne a sor, akkor minden bizonnyal, ezen tűnődtem, én ezt a szakaszt emelném ki, amely a gép jóvoltából éppen töredékes, benne hangzott, hogy ülünk barátaink s fáink közt, vidám vita folyik, és egyszer csak ringani kezd velünk, csak velünk, kifelé aladik. Észrevétlenül kezd ringani velünk, kifelé aladik. Kifelé, elfelé, visszafelé, hazafelé. Hát, ha még a feleségemnek váratlanul minden előzmény nélkül fájni kezd a háta, a dereka fölött. Ilyetten a veséjére gyanakszik. Én persze pánikba esem, hogy mi lesz. Engem meg másnap megint csak váratlanul, és minden előzmény nélkül rázni kezd a hideg. Mindent magamra húzok, mégis fázok, és közben arra gondolok, milyen kiszolgáltatott a kis vagyok. Percek alatt oda a magabiztonságunk, nem akarunk semmit. Csak fájdalomcsillapítót, csak lázcsillapítót, volt a lenkenősöt és forró teját. Csak a lányunk megnyugtató hangjára áhítozunk. És végigfut rajtunk, hogy nincs végrendeletünk, mi minden nincs körülöttünk elrendezve, és imádkozni kezdünk másként, személyesebben, mint egy. A feleségem noha még fáj a dereka, de hogy jobban érzi magát, ölébe veszi az én fájós lábamat, és bekrémezi az általa készített kalendula virágkrémmel. Én meg, miután lemegy a lázam, már is tüsténkedek. Kísérem az orvoshoz kivizsgálásra, megyek a patikába gyógyszerért, akupresszúrázom a talpát. És persze reménykedünk, hogy hát, ha megadatik, élnünk még egy darabig. Még ha időközönkénti emlékezet kieséssel is. Ínyes Gyula, Káron Ladikján, részlet az eszéből. A pizsamák hol vannak? A telezsúfolt kamrában kutatok, sietősen, hajnali 5-kor, vonathoz indulás előtt. Miféle pizsamák? A 2 5 literes. Pizsamák! A mindig türelmes, kedves gyógypedagógus hangsúlyban csodálkozás csendül. Ismerjük az ingerült kézmozdulatot, mellyel mi magunk legyintjük le ostobaságunkat. Az alábbi mondatot egy ilyen kézlegyintés vezeti be. A demizsanok. Az írói értekezleten elém áll egy kartárs. Ezt közli. Há, azt mondta, hogy te haragszol rám. Szeretném megtudni, miért. Nem emlékszem. De nem válaszolok, mert tapasztalni kezdem, hogy nem egy dolog, nyomtalanul kimegy a fejemből. A kartárs segítő jobbot nyújt. Amennyiben valóban azt mondtad, az ilyen potlások, ha csak engem illetnek, szórakoztatnak. Most halk ingerültség környékez. Tán annak búvó patakaként, hogy erre az emberre valóban nehezteltem. Nem emlékszem, mondtam-e, nem-e.
Vagyis nem haragudtál? Dehogy nem. És megmondhatnád miért? Még azt is eszemben tartsa. Árpi rokonom nyomán próbálok elmondani egy viccet. Két öreg találkozik az utcán egymással, azt mondja, hogy az egyik a másiknak. Képzel, talán meglátogatott egy jó tündér, és választás elé állított. És azt mondta, hogy mondjam meg, hogy mit szeretnék. Lehetek 20 éves, de a jelenlegi testi és szellemi kondíciókkal. Avagy marad a korom, de 20 éves testi és lelki kondíciókkal. Na, és mit válaszoltál? Elfelejt. Hoho, változtatok. Új viselkedés formára kezdem magamat tanítani. Eddig, ha Kósa Vilma keresni kezdett valamit a lakásban, és kis idő után megszólalt, hogy nem láttad, és pláne, ha ekként szólított meg, hogy hová tetted, akkor az én zsigeri válaszom meglehetősen magas frekvencián ekként hangzik. Az állandó kereséssel teljesen megőrítesz. Miért nincs mindenek helyeben a kurva lakásban? Egyébként is tudhatnád, hogy én mindent mindig a helyére teszek, mivel én az agyamban gondolkodom. Te vagy az, aki állandóan pakkol, aki képtelen a karját magam mellett tartani, akár 5 percig is nekem mindig muszáj csinálni valamit, ha más nem a kezedbe eső tárgyat egyik helyről a másikra helyezni. Kósa Vilman válaszol. És emelt hangon kioktat, hogy ne üvölts. 10 perc múlva, akkor megkerül a keresett valami kulcs szemüveg orvosság. Mi nem történt volna semmi, szólít. Tibikén, most már együnk valamit, gyere reggelizni. Én. Kérsz egy korty unikumot? Persze, csak hozzá poharra. Ja, az én új viselkedés formá. Merre kezdem mostanában tanítani magamat? Nem szólalok meg, amikor elkezdünk keresni valamit, csak magamban mondom el azt, amit eddig hangosan. Hát igen. Mostanában én is többet keresgélek a lakásban, hol ezt nem találom, hol azt, és azon kapom magamat, hogy kérdezek, Vilka, nem láttad? Vagy nem tudod, hova tettem a... Nem tudom, miért, de mostanában többször jut eszembe. Egy ismerősömtől kérdeztem, hogy mi újság a faluban. Azt válaszolta, hogy hát tulajdonképpen nincs semmi újság, ha csak az nem, hogy a bátyának az apósa felakasztotta magát. És miért? Hát hagyott valami papírt is, és az volt benne, hogy hát nem tudta, hogy mit kellene még csinálni, és végül is mi lehetne még a dolga. Találtam egy szöveget egy pszichológusnál. Gábor mondja. Ilyes Gyula, Káron Ladikján, részlet az eszéből. Ez az, ami nem kéne. Igen. Na, meglátjuk. Fritz Riemann, az öregedés művészete. Részlet. Ma megöregedni azért is nehezebb, mert a fiatalságnak, annak, hogy valaki ifjú,
csak nem abszolút értéket tulajdonítanak. Az öregembert ez arra csábítja, hogy lehetőleg sokáig maradjon fiatal, de legalábbis annak látszik. Az ilyen beállítottság optikája minden esetben csak arra irányul, ami már nincs, s valami kevéssé arra, ami még van, előttünk áll. És arra, hogy mit lehet még azzal kezdeni. Minden öregedő embernek választania kell. Vagy görcsös igyekezettel vissza akarja tartani azt, amiről érzi, hogy úgy is kicsúszik a kezéből, vagy vállalja az új életérzést, és ezzel a lehetőségek, változások számára nyitja meg magát. Hát ugye, mit lehetne erre mondani, hogy hiszen... Polca! Felolvasunk valamit. Az öregedés és a munka. Vonul egy hideg front, mondják a rádióban, én meg alszom el a számítógép előtt. Pedig de kellene egy jó kezdőmondat. A téma az agyamban, a mondat meg nincs a nyelvemen. Legyintek, hagyom a gépet, megyek a kertbe, kapálok. Jó eső volt, centiket nőtt a gaz. Virágágyá, s körülné, ahol palántáztam, mindenféle gyom, parétól, tarackon át, lapú levélig minden. Az első gapavágás eredményes. Az borul ki, aminek ki kell. Ettől jó kedvem lesz, s felejtem a bosszúságot, hogy nincs első mondat. Mindegy, mit csinálsz, mondom magamnak, a lényege legyen a munkában örömöd. A magadfajta ember nem a halhatatlanságnak dolgozik, hanem a mindennapoknak. Írj vagy kapálj, taníts vagy gyereket pesztrálj, lógj a létra tetején és szedd a cseresznyét, készülj önálló estre vagy rakjál gyümölcsöt télire, ültess virágot vagy szerezz zenét, mindegy. Érezd jól magad munka közben. Pablo Casals, a világhírű Gordonka művész írta, aminek olvastam, hogy az öregedést késleltetni semmi mással nem lehet, csak munkával. Imádkozzál és dolgozzál, olvasható a Debreceni Kollégium, Református Kollégium homlokzatát. Nagyon jó kis életrecept. Márai írja 85 éves korában, hogy add meg nekem mindennapi közönyömet. De én még nem kérem. Inkább Albert Schweitzerrel értek egyet, aki azt írta valahol, csak akkor öregszel meg, ha hagyod, hogy a pessimizmus vagy a cinizmus megdermessze a szívedet. A pessimizmus vagy a cinizmus megdermessze a szívedet. Már belekezded, mert most egy Polc Alen szöveget fogunk meghallgatni, ha a gép is úgy akarja. Alen, ideje az öregségnek részlet. Egyszer karácsonyi ajándékként adta ezt a verset Miklós, a férjem, és jól tudta, hogy a Szól a kakas már nekem is kedvenc dalom, amely egyben megváltóváró ének is. Szól a kakas már. Mikor először hallottam, már akkor megragadott. És éreztem, hogy több, mint szerelmi dal. Hozzátartozik a hit életemhez. És a hitem fejlődéséhez. Hogy az Isten magának rendelt, és nem vagyok az övé, azt jelenti, hogy mindig visszatart az élet. Most például egy kis macska. Meg ezer dolog, meg a könyvírás is. A lényeg, hogy nem tudok egészen befelé fordulni, egyedül lenni. Hát én sem. Én sem.
Az élet azért csak-csak. A Tisza az idén is fantasztikus. Jó a vize, az inokai szabad strandon alig sütkérezik, ugrál vagy úszik valaki. Igaz, meredekebb a partja, a jó kvarcos, homokos partja, mint tavaly, és kánikulai napokon még este felé is olyan forró, hogy kapkodni kell a lábat, ha nem akarja égetni az ember a talpát. Lebicajozni a töltésen, vagy a töltés alján, késő délutánon, a fák árnyékában, jófajta erdei ájért szagolgatva. Ez az élmény hál' Istennek még most is megadatik. Az úszás öröme is, meg a tiszaparti meditációvé is. Ám ha már indul az ember fölfelé, megnézi előbb az útvonalat. Mint érje el a fának döntött bicikliét, mert bizony, ahogy írtam, meredek ez a homokos oldala. És nagyon-nagyon figyelmeztet, hogy megöregedtél, fiú. Pihenőket kell tartanom, ahol nyugodtabban szuszogok, és úgy megyek stációtól stációig, mint a vershőse Kányádinál fától fáig. De ha már fenn vagyunk, pattanás a kerékpárra, irány haza, ahol már vacsorával vár az asszony, én meg hozom a hűtött kerti pálinkát, és mellé a sört, ha lehetett kapni barnát, és még elmondjuk lábmosás után, Poirot nézése közben, mikor már az elalvással küszködünk, hogy ez is jó nap volt. És hogy még megadatott. És amiként az is megadatott, hogy ezt a Szabó Lőrincet még meghallgathatom. Szabó Lőrinc, játszani. A Tisök zenéből. Mi volt öreg a legjobb? Játszani. És aztán hagyd a gyerekkort. Játszani. Vágyni a nagyvilágba. Játszani. Készülni szent csatákra. Játszani. Mások könnyét törülni. Játszani. Gyermekednek örülni. Játszani. Hinni saját magadban. Játszani. Hanem a pillanatban. Játszani. Bort, pénzt, nőt tékozolni. Játszani. Istenekkel dacolni. Játszani. Költőkkel égbe szállni. Játszani. S ha jött csoda, akármi. Játszani. Játszani. Tudtál te lelkesedni? Játszani. Ez a legtöbb, csak ennyi? Játszani. Elég. Én más szeretnék játszani. S hiszem, többnek fogok még látszani. Vigyázz, kardom öl, bomond vagy öreg. Távozz, ne zavard a köreimet. Először arra gondoltam, hogy én is elolvasom Gábor nyomán a verset, mert a hangsúlyokat valamiféleképpen másképp tenném ki, de aztán rájöttem, hogy felesleges, inkább elolvasom azt a napló szövegemet, amit pár évvel ezelőtt írtam. Egy fényképről írtam, amely fényképet magam készítettem a Tiszakürti, ott van vidéki házunk, akkor még földes színpadáról. Mit látsz, öreg? Mit látsz, öreg? Földet látok döngölve,
gaszt rajta porc fűfélét. És a szélén egy lécdarabkát. Mit látsz még? Körtefát, szilvafát, kókattan. S kerítést, áthatolhatatlant, egymásba habarodott líciumbokrokból. Mit még? Festett fekete fát, festett száraz fát, odarakott díszletfát, agancsos fát, akasztófát, szenvedésfát, jelképfát. Földbe szúrva. És még mit? Vastag fát, öreg fát, kiszáradt eperfát, festékkel védett uszadékfát, földre helyezve vízszintesen. És mit még öreg? A reménységemet, hogy tovább élek. Kókadhatok, de tovább élek. Száradhatok, de tovább élek. Földbe rakhatnak, de tovább élek. Metaforává változhatok, tovább élek. Hogy, hogy öreg? A képen van még két kisgyerek. Piros ruhában egy fiú, 5 éves, belenevet a lencsébe, fehér játszócskában egy leányka, 2 éves, és úgy tesz, mint a bátyja. És üldögélnek a kiszáradt eperfán, a vastag öregfán, és vidámkodnak az agancsos fa mellett, a szenvedés fa mellett, a jelképfa mellett. Mit fotóztál, öreg? Nem mit, hanem kit, kiket? Hát azokat, akik utolsóként játszottak ezen a földes színpadon, akik velem is játszottak ezen a földes színpadon. Gáspárral vívtunk, mint Hamlet és Laertész. Anna Flórával hanszúroztunk, mint Süsvé és a király kisasszony. Kérded, kiket örökítettem meg? Hát a dédunokáimat. És magamat bennük. A lantot szorítsd kebeledhez. Írja Arany János. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a halál. Ujjad, míg azt pengedheti, míg azt bús elme talál. Ahogy mondanák manapság, telibe találtak ezek a verssorok. Nekem szóltak. Az öreg arany üzent az öreg debrecenének. Azt üzente, hogy a lantot halálig pengetni önön vigasztalásukra pengetni kell. Hogy hallgatják-e, nem lényeges. Hogy elfelejtik, nem lényeges. Miként szólt, míg szólt. Nem lényeges, ami lényeges, hogy szóljon. Vigaszul magunknak. Szól a kakas már. Majd-e megvirrad már, zöld erdőben, sík mezőben, sétál egy madár. Micsoda madár, micsoda madár, kék a lába, zöld a szárnya, engem oda vár. Várj, madár! Várj, te csak mindig várj. Ha az Isten néked rendelt, tiéd leszek már. Várj, madár.
vált.